A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban átkalauzoljuk Önökkel székesfehérvári és környékbeli eseményekre, valamint megmutatjuk azt is, a Vörösmarty Színházban hogyan készültek a nyitásra. Tartsanak velünk! Kocsonya, sült vér, sajtkülönlegességek, forralbarics várta a gasztronómia szerelmeseit a Velencei tó partján. Az első alkalommal megrendezett disznótoros és kocsonya fesztivál már az első napon nagy népszerűségnek örvendett. Számos ínyenc falat közül válogathattak február második hétvégén a gasztronómia szerelmesei a Velencei tó partján, ahol első alkalommal rendezték meg a disznótoros és kocsonya fesztivált. Rosta László főszervező úgy véli, a magyarok körében mindig népszerűek az ilyen és hasonló rendezvények. Az itteni tapasztalatunk alapján nagyon Velence korzót szeretik, közel van Budapesthez, Székesfehérvárhoz, könnyű leugrani, 20 perces autóút vagy vonattal is nagyon könnyen megközelíthető, és hát a minőségi gasztronómiai ételek, magyar ételeket nagyon szeretik a látogatóink. Kolbászt, sajt különlegességeket, házi réteseket, de forralt borokat is kóstolhattak azok, akik ellátogattak a Velencei tó partjára. Kifejezetten ínyenségnek számító hagymás vérrel is készültek az árusok, emellett számos Nógrád megyei ételkülönlegesség is várta ehhez a bódéhoz érkezőket. Az üzletvezető elárulta, mi számít náluk a legnépszerűbbnek. Már sokat gyára járunk ide-vissza a velencei korzóra, nagyon szeretik az ételeinket, de amit kifejezetten nagyon szeretnek, az a kolozsvári töltött káposztánk. Készültünk nagyon finom majorannás hagymás sültvérrel, csülkös pacalpörköltet készítettünk. A másik nagy kedvenc még az itteni embereknek, a jutúrós sztrapacskánk, ami ugye kifejezetten egy Nógrád megyei étel, amit nagyon szeretnek. A téli időszak pedig sokaknál nem telhet el kocsonya nélkül, így azt is lehetett kóstolni a háromnapos fesztiválon. Elsődleges titka az, hogy minél több köröm felhasználásával, vagy a körömben van az a kocsonyásító anyag, ami kell a kocsonyához, ezt csülökkel, illetve bőrkével, esetleg egy kis füstöltel, nekünk van benne egy kis füstölcsülök is összefőzni, úgy, amíg tényleg olyan puha nem lesz, hogy szétesik, és utána adagokba merni és kihűteni, minél gyorsabban kihőzölöge ki magát és kihűteni, sok fokhagyma felhasználásával, és én azt gondolom, hogy mindig a legegyszerűbb a legjobb, tehát semmilyen extra chili, akármilyen fűszer fölösleges bele, mert ez önmagában olyan íze van a kocsának, hogy elképesztő, úgyhogy citrommal is kenyéret tálaljuk egyébként. A szervezők a kicsikre és nagyokra is egyaránt gondoltak. A legkisebbeket vidámpark és kézműves foglalkozások várták egész hétvégén. A 21. alkalommal rendezték meg a székesfehérvári esküvő kiállítást a Novotel Hotelben. A házasulandó párok egyebek mellett megismerhették a legfrissebb cipő, smink és öltönytrendeket is. Füst lepte el a Novotel Hotelt, no nem azért, mert meggyulladt volna valami, csupán beízították az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő füstgépet. Egyre több pár választja esküvői nyitótáncukhoz ezt a különleges berendezést, hiszen élőben és később a felvételeken is kiemelten szép látványt nyújthat. Mögöttem látható gépeket száraz éggel üzemeltetjük, meleg vízben, forró vízben egy mínusz 80 fokos száraz éget engedünk be, és ezáltal egy kémiai folyamat során vízgőz pára, préselt széndioxid kerül ki a légtérbe, és nyitó táncnál tudjuk ezt felhasználni, ezt az eszközt, ezt a látvány elemet a mennyasszonyoknak, a vőlegények nyitó táncához. Körülbelül 3,5-4 percig működik ez a berendezés, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép látvány, egy nagyon szép emlék lesz az esküvői videó és a fotók mellé, egy száraz eges szolgáltatás.
Schweiger Tamás beavatott minket abba is, hogy egy DJ-nek milyen feladatai vannak a nagynapon. Ez is egy piac, egy telített piac. Elsősorban hirdetni kell magunkat különböző social media felületeken, honlapon, eljönni ilyen nagyszerű kiállításokra, és megfogni a párokat. De rengeteg esküvői DJ van, zenekar van, aki ki tudják szolgálni a mennyasszonyok és a vőlegények igényeit. És ha megvan a lakodalom, szerződést kötünk, és onnantól kezdve készülünk a lakodalmakra, egyeztetünk a párokkal zenéket, kimegyünk, 2-3 órával előtte felstandoljuk, felépítjük a szettünket, beszélgetünk a vendégekkel, a személyzettel, és egy hatalmas nagy bulit kell tartanunk, egy nagy élményt kell a párnak nyújtani, és reggelig bulizunk. Egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a glutén és laktózmentes termékek iránt az esküvőkön is. Az ifjú párok szemügyre vehették és meg is kóstolhatták a kézzel készült finomságokat a szombati rendezvényen. 2 hónapja nyitottunk itt Kisfehérváron, a Kossuth utca 8 szám alatt egy pici kis mintaboltot, és hát a pároknak édes és sós lakodalmas süteményekkel készültünk. Pluszba minden termékünk ugye glutén és laktózmentes, és van egy-két termékünk, ami vegán, hogyha esetleg olyan vendég van a lakodalomban, aki semmit nem ehet meg, mert mindenre érzékeny, akkor azt is ki tudják nyugodt szívek szolgálni. Egy esküvőn a finom ételek mellett fontos, hogy szép képek, esetleg videós összeállítás készüljön. Ági és Marci ebben segít a pároknak, hiszen egy komplex szolgáltatás keretében fotó, film és egy emlékkönyv is készül, de drónos munkákat is vállalnak. Mi komplex szolgáltatást nyújtunk, egy pár vagyunk, együtt mozgunk, fotó, film, a filmen belül drónozás, meg ajándékba adunk egy fotókönyvet is a párnak. Schnell Marcel azt mondja, a párok egyelőre inkább csak képeket rendelnek, ám egyre többen nyitnak az imásfilm készítés irányába is. A film az még egy olyan kategória szokott néha lenni, bár ez is már egyre kevésbé, hogy azon még itt talán spórolnak, hogy hát az nem kell, de utólag mindig azt halljuk, hogy megbánják, hogy nem kértek filmet, mert egyszer van egy életben, jobb esetben esküvő, és akkor fontos az, hogy ez meg legyen örökítve valamilyen mozgóképes formában is. A drónozás az meg már talán nem is számít szerintem annyira egy különleges dolognak, mondhatni már egy alap. A tökéletes helyszín kiválasztása is elsődleges szempont a pároknál. 3 éve épült, nagyon friss teraszról van szó. Úgy kell elképzelni, hogy egy üvegablakos körparonálvában a pincészetünknek a szőlészeti részét lehet megtekinteni az egész esküvő alatt. Igyekszünk egyébként a pároknak azon kívül, hogy helyszínt biztosítsunk, szolgáltatókat is ajánlani, hiszen ilyenkor ez mindig nagyon nehéz, hogy olyan emberekkel tudjanak együtt dolgozni, akik tényleg már ismerik a helyszínünket, és rutinosan tudnak ott mozogni. Úgyhogy igyekszünk a helyszín mellett kitágítani azt a kört is, amiben aztán a segítségükre lehetünk. A 21. székesfehérvári esküvő kiállításon tehát a nagynapot tervező párok egy komplex képet kaphattak az esküvő előtti teendőkről, a szolgáltatásokról. A hagyományoknak megfelelően húshagyókedden ismét megrendezték a tikverőzést Mohán. Ebből mutatunk most egy összeállítást önöknek, idén hogyan zajlott mindez. Ha Mohács, akkor busójárás, ha Moha, akkor tikverőzés. Idén sem szakadt meg a hagyománya Fehérvár megyei faluban. A húshagyókedden megrendezett egyedülálló farsangi népszokás ismét tömegeket vonzott Mohára. A tikverőzés elnevezése tyúkok jelképes megverésére utal, emellett pedig a bohócok korommal kenik be a tyúkok és a jelenlévők arcát, amely szokás a termékenységgel és a jó szerencsével van összefüggésben. Mai nap folyamán először is itt most, majd a, hát most per pillanat a többiek a szalmatörököt öltöztetik be, utána majd mi is át fogunk öltözni, és akkor elindulunk a faluba.
és ahova beengednek minket házhoz, oda bemegyünk, megnézzük, van egy tyúk, hogyha van tyúk, akkor elkapjuk őket, bekormozzuk, ugye ez termékenység jeleként, és hogyha találunk tojást, akkor azt is elrakjuk magunknak. Itt most egészen pontosan mi történik, mert ugye tömnek valakit szalmával, és itt mi fog történni, és miért történik mindez? Hát itt most itt a szalmatörökünk, ő már régóta elvállalta, hogy ő lesz a szalmatörök, őt megint őt tömjük ki, és itt is lesznek majd tyúkok, és ez ilyen kis itt bemutató lesz, hogy bent a házakban mi történik. És miért történik ez? Mire kell ilyenkor gondolni? Mi a hagyomány? Hát maga a tikverőzés szó ugye, mint tik, tyúk, a verőzés pedig jelképesen a furkosbotunkkal megütögetjük őket. Kormot meg azért használunk, és azért kenjük be vele a tyúkokat, ha a termékenység jeleként, hogy minél több tojást toljanak nekünk az évben. Mi lesz a te feladatod, ha jól tudom, bohóc leszel, de ez mit jelent, mivel jár? Hát én bohóc leszek, én igazából járni fogom a falut, és én kormozni fogom a népet, meg a tyúkokat. Igazából a ruhám az meg egy kalapból, egy maszkból, meg régi munkás ruhából áll, amire ruhacafatok vannak felvarva. Hányan lesztek körülbelül, hányan vesznek részt ilyenkor? Ugye itt van a falu a praja nagyja ezen a napon, de hányan vesztek részt úgymond a programban körülbelül? Hát most így a mai napon, ahogyan a beöltözőket számolom, egy 20-30 között leszünk most. Kovács Sándorné, Moha polgármestere nem is hagyományként, hanem örökségként tekint a tikverőzésre. Évek óta szervezzük, rendezzük ezt a hagyományt, ami tulajdonképpen már nem is hagyomány, hanem egy örökség, és ezt az örökséget mi tovább szeretnénk vinni a fiataloknak, gyermekeinknek, unokáinknak. Ez a pici falu ilyenkor megtelik aprajával, nagyjával, nagyon sok iskolából, óvodából érkeznek ide látogatók, aminek nagyon örülünk. A lányok fánkot sütöttek, hogy megkínáljuk őket, és hogy élvezzék a farsangpartának minden mozzanatát. Az óvodás és iskolás csoportok külön készültek a mai napra. A legtöbb helyen előzetes felkészülés zajlott, így a gyerekek is tudták, hogy mire számíthatnak a tikverőzés kapcsán. Most vagyok itt először. A tanáraink mutatták, hogy eljövünk, és nagyon jó élménynek ígérkezik. Csináltunk ilyen rajzokat a busókról, meg a tikverőzésről, meg néztünk videókat, meg tettek fel kérdéseket. Milyen kérdések voltak ezek? Hogy fognak bekarmazni minket, meg mindenről kérdeztek minket. Minden benne volt a videóban. És tetszett a videó? Igen, tök jó volt. Ilyen régi, ilyen 2000-es évekbeli. És már nagyon izgultunk, és szerettünk volna jönni. Fontosnak tartjuk a hagyományoknak a megőrzését, a tiszteletét, hogy a kicsi gyerekek is tulajdonképpen tovább vigyék majd mindazt, amit a régiek és az őseink, vagy az idősebbek ugye napon, vagyis évente ugye megéltek. És azért is fontos, mert a mohácsi búsójárás ugye az egy nagyon híres, de az, hogy itt a megyénkben is van lehetőség arra, hogy ezt a tikverőzést megnézzük, átélhessük, azt hiszem, hogy ez egy páratlan lehetőség számunkra. És hát természetesen felkészültünk, búsóállarcot készítettünk technika órán, de mellette készültünk videókkal, riportokat néztünk a gyerekekkel, és hát megbeszéltük, hogy ez a tél búcsúztatásnak egy különleges formája. Mit várnak a legjobban a gyerekek a mai napon ön szerint? Szerintem a kormozás az, amit nagyon várnak, meg igazából az egész program, hogy a bohócokkal találkozhassanak, hogy lesz egy kicsi inselkedés velük. Szerintem ez vonzza a gyerekeket leginkább. Mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek láthatóan nagyon jól érezték magukat az ünnepélyes délelőttön, a bohócok pedig természetesen nem rossz szándékkal kenték be az emberek arcát korommal. A sok vidám tekintetet és kormos arcot látva, remélhetőleg mindenki számára szerencsés lesz az új esztendő. Megnyitott a kapuit a Vörösmarty Színház, amelyet 2 hónappal ezelőtt zártak be a megnövekedett energiaárak miatt. A szakemberek kihasználták ezt az időszakot, számos felújítási munkálatot végeztek. Kedd délután még ez a látvány fogadta stábunkat a Vörösmarty Színház előterében. A teátrum újranyitása előtt egy nappal még nagyban dolgoztak a szakemberek, hogy a március 1-jei nyitásra a lehető legtöbb munkálattal végezzenek. Január első hetében elkezdték a régi ablakoknak a belső szárnyainak a kibontását. Gyakorlatilag ez egy olyan egyhetes munka volt, elég gyorsan meg tudták csinálni,
és közben, ahogyan készültek az új nyilászárók, azokat egyből építették is be. Gyártással volt fennakadás, ezért az eredetileg tervezett határidőt nem tudja a vállalkozó tartani, ez még durván egy olyan 10 nap, 10 nap, amire be tudják fejezni. A jelenlegi állás az az, ahogyan látjátok is, hogy a fenti emeleten az összes ablak már a helyén van, a földszinten a mosdóknak az ablakai kerültek a helyükre, és hátra van még a három-három jobb és bal oldalt, három-három ruhatári ablaknak a kiszerelése, beszerelése. Ez úgy néz ki, hogy a héten befejeződik, illetve a gipszkartonozás visszaépítés, festése, párkányok visszaragasztása. Ez egy kicsit időigényesebb, mert minden egyes munkafázissal száradási idő kell hozzá, hogy ezt tudják folytatni. Ráadásul, ha megnézitek, azért elég magasan vannak, ráadásul ezek a savállóból készült szempillák is nehezítik az állványozását az egész munkának. Hát tegnap volt pont a vállalkozóval egy ilyen megbeszélés, hogy ők miben tudnak engedni, miben tudunk mi engedni, mi az a közös pont, ahonnan tényleg a nézők jöhetnek be. Hát sajnos a nézőknek most ezek között, körülmények között kell bejönni, élvezni az előadást. Igyekszünk mindent úgy kitakarítani, amire ők jönnek, hogy zavaró ne legyen, maximum látvány. Bécsi Attila elmondta, hogy a galériára felvezető baloldali lépcső néhány napig még biztosan lezárt terület marad, az épület ezen részén ugyanis folytatódnak a munkálatok, de a földszinti kávézót sem nyitják ki a munkálatok befejezéséig. A lezárásban egyébként a padlófűtés elromlása is közrejátszott, melyet most arra sikerült megjavítani. Mint ahogy az üzemeltetési vezető fogalmaz, nagy öröm, hogy nem kellett a teljes márványburkolatot megbontani a szereléshez, találtak ugyanis egy költséghatékonyabb megoldást. Hát ez egy cifra dolog volt, aki ismeri a padlófűtést, az padló alatt menő csövekről van szó. A legnagyobb probléma az volt, hogy ezt meg kellett határozni, hogy hol van ez a törés. Szerencsére egy olyan csőszakasz volt, amit kisebb bontással fel lehetett tárni, de javasolták a szakemberek, hogy ne bontsunk tovább, inkább fúrjunk egy új lukat, és hát majd megmutatom, hogy sikerült ezt utána. Szerintem egészen jól le lesz festve, egy kis podesz épült hozzá, és ott hozták fel a csöveket a fiúk. Azt mondták a fiúk, akik szerelték, hogy ők nem tudják ezt így visszaállítani. Nagyon sok pénzbe kerülne, ezt a márványburkolatot nem tudják úgy megbontani, hogy ne sérüljön. És akkor találtuk ki azt, hogy itt a sarokban lefúrtunk egy ilyen 100-110-es furatot, és azon hozták föl, azon vitték tovább. Ez kap egy festést, gyakorlatilag senkit nem zavar, mert korlát vonalában nem foglal el értékes helyet. Következő lépésként az ablakokat cserélték ki a szakemberek. Ez sem volt könnyű feladat, hiszen örökségvédelmi kritériumoknak is meg kellett felelni. A 2004-es felújítás során a régi ablakokat kellett még visszarakni egy festést követően, melyek hamar elkorhadtak. Most azonban sikerült olyan nyílászárókat beszerezni, melyek jól szigetelnek és a kritériumoknak is megfelelnek. Kívül szimpla üveg van, belül szigetelt dupla üvegezése van. Nagyon jól zárnak, és érződik rajta, hogy masszív. Az energiatakarékosságot szolgálja továbbá, hogy a legtöbb lámpatestben a régi halogén izzókat ledesre cserélték, ezzel csökkentve a villanyszámlát. Van még teendő az épületben, hiszen a 20 évvel ezelőtt felújított hőközpont berendezései elkoptak, néhol eresztenek, ezek cseréje is szükségessé válik a közeljövőben. Bécsi Attila elárulta azt is, milyen felújítási munkálatok vannak még hátra, melyekkel a tervek szerint március 10-ére végeznek. A visszaépítés lesz, kisebb kosszal jár, de ez egy kicsit időigényesebb. Úgy tudom, hogy egy bővített létszámmal jön a vállalkozás, remélhetőleg 10 napon belül totál készen lesz. Kisebb korlátozásokkal tehát, de március 1-től a színházbarátok újra birtokba vehették az épületet. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.